Salád Gergely, kína szakértő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! A kínai gazdaságról fogunk beszélgetni, meg hát ennek mindenféle kapcsolt világpolitikai és világgazdasági részeiről, hogy csak az Egyesült Államokat említsük, de hát van itt más is persze. Kínával kapcsolatban, ami hír most napvilágot lát, az egy csökkenő növekedés, tehát növekedés, de csökkenő, ezügyben nem lehet igazából igazságot tenni, én körülbelül ilyen 7%-okra bukkanok, ami kétségkívül a korábbi 10-12%-hoz mérve kevesebb, de hát azért nagyon sok ország örülne ennek. Másrészt pedig egy ilyen évek óta húzódó összeomlásnak a fenyegetése rémez az ingatlanpiac. Épp most nyitottam ki egy oldalt, ami 921-es híreket közöl, azt mondja, ismét csőd közelbe került az Evergrande nevű kínai ingatlanfejlesztő, amelyik 20-21 körül már, ha jól tudom, csődbe is ment, tehát azóta húzódik ez a dolog. Nem pici dologról van szó, mert majdnem másfél millió üresen hagyott lakást építettek fel úgy, hogy ugye a kínai rendszerben az van, hogyha én lakást akarok venni, akkor előhitelezem, a cég ebből a hitelből megépíti a lakások, és akkor odaadja nekem, és ő természetesen ezen nyer. A másik, ami ezzel kapcsolatos, az a kínai bankrendszer, ami nyilvánvalóan hitelezi ezeket az ingatlanfejlesztő cégeket, és hát ha nem kapja meg a pénzét, akkor a csőd hullám rá is kiterjed. Szóval mekkora baj? Válság nincsen. Én a első ilyen szakkönyvet Kínáról talán 1992-ben vagy 3-ban olvastam. Ez arról szólt, hogy Kína hamarosan össze fog omlani, mert a, nem tudom, a gazdasági növekedés az tarthatatlan, meg a környezeti problémák, meg a politikai elnyomás, meg egyebek. Ez ugye 30 éve volt már, akkor olvastam ezt a könyvet. Azóta gyakorlatilag két hetente jelenik meg könyv, meg naponta jelenik meg 10 cikk arról, hogy most már aztán tényleg ki fog pukkanni a nagy kínai gazdasági lufi, meg összeomlik az agyaglábon álló kolosszus, és hát eddig ez még nem történt meg. Ez persze nem azt jelenti, hogy soha nem is fog megtörténni, és akkor majd, nem tudom, aki megjósolta valamikor, ez lehet, hogy örülni fog, hogy nem tudom, 30 év késéssel bejött a jóslata, de egyelőre ilyen igazi válságjelenségek nincsenek, tehát ezek a katasztrofálisnak tartott GDP adatok, ezek azt jelentik, hogy mondjuk a másik negyedében 6,8%-kal növekedett a kínai GDP az előző év hasonló időszakához képest. Ez azért alacsony, mert az előző év az nagyon alacsony növekedés produkálta, vagy pont ez a negyed év a Covid lezárások miatt. Tehát ez nem sok, de hogy összességében idénre a kormány hivatalosan 5% körüli gazdasági növekedést tervez, különböző elemzőintézetek különböző prognózisokat adnak, a legrosszabb prognózis, a legszkeptikusabb az 4,5%-os GDP növekedés. Ez azért messze van a válságtól. Problémák bőven vannak, az Evergrande meg a többi ingatlan fejlesztőnek a probléma halmaz, az egy olyan béka, amit előbb-utóbb le kell nyelni a kínai gazdaságnak, és ez egy elég nagy béka, tehát lehet, hogy nem fog megakadni a torkukon, de elcsámcsognak rajta. Mekkora adósságállomány? Hát a cég, ha jól emlékszem, az össz adósságállománya az valami 300 milliárd amerikai dollár, ez egy magyar GDP-nek talán a kétszerese, szóval nem egy kicsi, de egyébként a kínai gazdaság az elég nagy, tehát egy magyar GDP kétszeresét kitevő adósságállományt, ami nem biztos, hogy mind rossz hitel, azt azért tud kezelni, illetve ugye egészen máshogy működik a kínai gazdaság, mint ahogy azt mi nyugaton megszoktunk. Ugye a mi közgazdaságtanunk, meg mindenféle társadalomtudományunk, az egy 19-20. Században jött létre a nyugat-európai észak-amerikai viszonyokra. Ezeket a fogalmakat, hogy kapitalizmus, meg GDP, meg fogyasztás, meg ezeket magunkra találtuk ki. Ezeknek nyilván vannak tehát nyilván ezek Kínában is, meg más civilizációkban is valamennyire használhatók, de azért nem olyan fogalmak, meg nem olyan törvényszerűségek, mint mondjuk a fizikának a törvényszerűsége. Mert a golyó, hogyha lejtem, Kínában is ugyanúgy lefele esik, mint Magyarországon, viszont egy GDP növekedés az lehet, hogy más jelent Kínában, mint Magyarországon vagy Amerikában. Tehát itt azért óvatosan kell elemezni ezeket az adatokat.
És ehhez ezzel kapcsolatos híresztelések, hogy a kínai bankrendszer, ott is a beomlást jósolják. Azt olvastam az egyik lapban, hogy tulajdonképpen azt várják, hogy egy ilyen Lehman Brothers 2008-as beomlás várható. Hogy melyik kínai bank van, azt nem tudom persze. Mindig elfeledkeznek a kínai, egyrészt a gazdaságnak a sajátosságairól, másrészt pedig a politikai rendszernek a sajátosságairól. Ugye az amerikai kormánynak tulajdonképpen nem nagyon volt eszköze, hogy a Lehman Brothers-t megmentse. Ugye igazából ugye amerikai kormányzat az egy elég kicsi kormány, a GDP nagyon kis százaléka felett rendelkezik, ennek persze hatalmas előnye is vannak. A kínai kormányzat az, hogyha nagy baj van, akkor hirtelen óriási erőforrásokat tud összpontosítani egy-egy probléma megoldására. Egyelőre még nem vagyunk itt, tehát nem lépett drasztikusan a kormányzat, de hogyha arról van szó, akkor azt a összeget, ami mondjuk meg tudja menteni akár az Evergrande-ot, akár bármelyik más nagy csődbe ment céget, pontosan nem a cégeket akarják majd megmenteni, hanem a nekik hitelező lakástulajdonosokat, vagy leendő lakástulajdonosokat, vagy félkész lakástulajdonosokat, szegényeket, akkor ezt ki tudják köhögni, ezt az összeget. Tehát mindig elfeledkezünk arról, hogy van egy óriási mozgástérre rendelkező kormányzat, amely be tud avatkozni válságok idején. Ja, de akkor miért nem tette 3 éven át? Azért, mert nincsen válság. Tehát nem történt olyan, és most sem történik olyasmi, hogy hirtelen mondjuk rá kelljen önteni a kínai gazdaságra, nem tudom, 600 milliárd dollárt, mint ahogy ezt mondjuk 2008-ban tették. Akkor pillanat alatt, 2008 őszén, valami 580-valahány milliárd dollárnyi forrást így ráöntöttek a kínai gazdaságra, hogy a kieső, ugye a világgazdasági válság miatt kieső bevételeket pótolják, és a munkahelyeket megmentsék. Most ilyesmire egyelőre nincsen szükség. Két dolog történt. Egyrészt ilyen finom kis lépéseket tettek már idén, hogy a jegybanki, ilyen, amit mondjuk alapkamatnak nevezhetünk, azt leszállították, tehát az embereket arra akarják rávenni, hogy ne a bankba tegyék a pénzüket, hanem inkább költségkel, ilyen, de ilyen pár 10%-okkal, meg a nem tudom, banki kötelező tartalékrátát leszállították, és elkezdték a hitelezést. Tehát ilyen apró dolgok történtek egyrészt. A másik, ami fontosabb, júliusban kiadott a kormányzat meg a kommunista párt központi bizottsága egy közös dokumentumot, amely szörnyen unalmas dokumentum, ha jól emlékszem, 31 pontban leírja, hogy nagyjából mit kéne tenni a gazdaságban. Ezek nem nagyon konkrét intézkedések, hanem alapelvek, és a lényege ezeknek az alapelveknek az, hogy a magánszférát megint az állami szférával egyenrangúként kell kezelni, vagy legalábbis segíteni kell a magánszférát is. És itt tulajdonképpen egy fordulat történt, mert a Xi Jinpingi korszak az arról szólt, hogy az állami vállalatokat hozták helyzetbe, az egyébként sokkal hatékonyabb magánvállalatok helyett. És ez aztán meg is látszott, hogy a gazdasági növekedésén. És az, hogy ez a lehető legmagasabb jellegű, ilyen, vagy szintű dokumentum, amit kiadnak, tehát a kormány meg a központi bizottság közösen, ennél magasabb szintű ilyen iránymutatást nem lehetne kiadni. Ez így kerek Perez leírja, hogy mostantól megint jobban kell figyelni a magánvállalatokra. Ez azt jelenti, hogy ezt így szépen szétküldik az alacsonyabb szintű hivatalnoknak, és a tartományi meg megyei pártitkárok elolvassák, és akkor azt látják, hogy most olyan szél fúj, hogyha mondjuk a közbeszerzésen választani kell egy állami meg egy magánvállalat között, akkor hogyha magánvállalat jobb ajánlatot ad, akkor őt kell választani, és nem kell mindenképpen az állami vállalatot nyomni. És ez így szépen ennek a hatásai meg fognak jelenni a gazdaságban. Itt tehát egy gondolkodásbeli fordulat történt. Aztán, hogy ez meddig fog tartani, azt nem tudhatjuk meg, hogy mennyire bízik a magánszféra azok után, amit az elmúlt 10 évben elszenvedett a kínai államban. Az is kérdéses, de valószínűleg, hogy ennek azért lesz hatása. És anélkül ilyen különösebb drasztikus intézkedés kellett volna hozni. Ez egyetlen egy ember periódusában történt meg. Tehát jött Xi Jinping, elkezdett erősíteni, központosítani az állam, elkezdett mindenbe beleszólni, vagy éppen a párt, ami ugyanaz, és akkor most hirtelen rájöttek, hogy baj van, és hogy csinált egy fordulatot? Hát
ezt nyilván a kínaiak nem így kommunikálják, de hogyha... De mi most nem vagyunk kínaiak. Igen, nem vagyunk kínaiak, még nem vagyunk. Igen, ilyesmi történt. Én nem hegyezném ki Xi Jinping személyére. Én azt gondolom, hogy amikor Xi Jinpinget kiválasztották, akkor a kínai kommunista párt kollektíven hozott egy döntést, a vezetés, az elitje, hogy vissza kell építeni a pártnak a hatalmát, mert túlságosan szétszaladtak a lovak így a liberális aranykorban, így a 90-es meg a 2000-es években, amikor nagyon visszahúzódott az állam, és elszemtelenedtek a helyi kiskirályok, meg oligarchák, meg milliárdosok, meg egyebek. Tehát az elmúlt 10 évben én azt gondolom, ez a pártnak egy kollektív döntése volt az, hogy vissza kell erősíteni a pártot, meg az állami szektort, és hát ez úgy tűnik, hogy nem jött be, vagy legalábbis bizonyos elemei nem jöttek be, úgyhogy most ezen a területen, a gazdaságnak a területén úgy tűnik, hogy megint nagyobb terepet adnak, vagy megint nagyobb teret adnak a magánvállalatoknak. És a harmadik, vagy negyedik, vagy nem tudom, a hanyadik hír, az, hogy nagyon erősen csökken a Kínába irányuló tőkekivitel. És hát ez egy komoly probléma egyébként, mert ugye tudom, hogy vannak amerikai vállalatok, amelyek vonulnak ki, de hát mondjuk az európaiak, főleg a németek nem nagyon akarnak, és ha mondjuk egy BMW elfordul Kínától, és azt mondja, hogy hát itt van ez a Inflation Act, vagy hogy hívják, amit most a Bidenék elfogadtak, ami rengeteg támogatásra jár, hát akkor ott fogok most 4 milliárd dollárt beruházni, és nem Kínában, mert ez nekem jobb lesz. Szóval ez mekkora gondot jelent Pekingnek? Ezt majd hosszú távon fogjuk látni. Azért nem állt meg a tőkebeáramlás Kínában, és most már ennek olyan óriási jelentősége nem volt. Tehát nyilván a 80-as, 90-es években hát Kína úgy függött a külföldi tőkétől, mint egy heroinista a heroin-tól, de hát azért az elmúlt egy-két évtizedben már bőven van elég tőke otthon is. Természetesen ugye örömmel várják a külföldi befektetőket is, főleg idén óta, mert a Covid alatt nem lehetett Kínába utazni, tehát nyilván leálltak a mindenféle befektetések is. Meghirdették, ugye a Davoszi fórum után, januári Davoszi fórum után azzal tornéznak a kínai politikusok, hogy tessék jönni befektetni hozzánk. Még nem nagyon pörgött fel a befektetés, de tulajdonképpen ez fél éve tart ez a kampány, 3 évnyi totális Covid lezárás után, úgyhogy nem tudhatjuk, hogy ez mennyire hosszú távú. Nyilván a politikai szándék az a nyugati, elsősorban az amerikai vezetők részéről az, hogy nem nagyon menjünk oda. A kérdés az igazából az, hogy a Kínának van nagyobb szüksége a BMW-re, vagy a BMW-nek Kínára. Most én BMW adatot pont nem tudok, Volkswagen csoportról tudok egy adatot. Kínában évente 2 millió 400 ezer járművet ad el Volkswagen csoport, észak-amerikai piacon 600 ezeret. Innentől fogva, kinek kell jobban a másik, Kínának, a Volkswagen, vagy Volkswagennek Kína? Tehát nem olyan egyszerű kérdés. Ezek az ilyen kivonulások, szankciók, embargók, nem fektettek be, nem megyek oda, nem adok el, stb. Ezek egy ilyen interdependens világban, ahol tényleg mindenki függ mindenkitől, ezek már nem működnek úgy, mint mondjuk, nem tudom, 30 évvel ezelőtt, vagy mint egy olyan nem integrált gazdaság elején, mint mondjuk Irán. Igen, hát tény, hogy mindezzel kapcsolatban, amit most itt felsoroltam, ami hír megjelent, a híreket összefoglaló anyagnak a végén az van, hogy de Kína van elég elzárkózó, és van elég nagy ahhoz, hogy ezek a fertőzések, amikről beszéltünk, ingatlanpiac, banki szektor, ezek ne lépjék át a kínai határ. Tehát tulajdonképpen a világgazdaság mintha védve lenne ezektől, pedig hát a legnagyobb ijedelem ugye az, mikor a világ második legnagyobb gazdasági hatalma valamiben meginog, hogy ezt hogy befolyásolja a világkereskedelmet, a globalizmust. Hát, ha még beszélhetünk globális változásokon, mert most éppen az ellentétje történik. Én azt gondolom, hogy nincs védve a világ a kínai gazdasági hatásoktól. Olyan mélyen integrálódott Kína a világgazdaságba, ellátási láncokba, egyebekbe, hogy hát ugye ilyen közhelyesen szokták mondani, hogyha a Kína köhög egyet, az egész világ megfázik. Megérezzük. Tehát idén a Világbank az egész globális növekedés, azt hiszem 35%-át Kínától várta. És nyilván a globális növekedés az
ugye kell a többi gazdaságot is pörgeti, hogyha úgy általában nő a világgazdaság. Hogyha ez a növekedés nem valósul meg, vagy kevesebb lesz a vártnál, ez bizony mindannyian meg fogjuk érezni. Mindezek következtében gyakorlatilag, ha nem nevezhetjük válságnak azt, amit történik, akkor egy törvényszerű lassulásnak, mert ugye ezt korábban mondták, hogy volt egy olyan periódus a Kínának, amikor nagyon kilőtt. És előtte hosszú kumuláció volt a tudás, a tapasztalat, vagy az ellopott nyugati technológiáknak a lemásolása, átgondolása. Tehát hosszú-hosszú évtizedeken keresztül ment a dolog, aztán volt egy robbanás. Sokan ezt szokták hasonlítani a japán modellhez is, ugye, amelyik a 60-as években tört be a világpiacra. És aztán legalább 20 évig ott is maradt nagyon keményen. De hogy egy idő után ennek a boomnak vége van. Ennek a boomnak a lassulását látjuk? Itt két dolog zajlik egyszerre. Van egy természetes lassulás. Ez a lassulás ez már a 2010-es évek eleje óta tart, és egyáltalán nem tragikus. Tehát ugye Kína 78-ban, amikor Deng Xiaopingék meghirdették a reformis nyitást, lényegében a nulláról indult. Nyilván nem a nulláról, de mondjuk a világ GDP-nek a 2-3%-át adta, és az egyfőre jutott GDP-ben Ruandával volt egy szinten. Tehát egy ilyen fekete afrikai szinten volt gazdasági fejlettség tekintetében. Persze sokkal rendezettebb meg, jobban képzettebb társadalom volt, de borzalmasan alacsony szintről indult. Innen elég könnyű gyorsan növekedni. Innen növekedni olyan, mint amikor a gyerek megszületik, és akkor az élete első évében megduplázza a súlyát. Most, hogyha továbbiakban is ilyen gyorsan növekedne, akkor ilyen 30-40 méteresek lennénk, ami nem biztos, hogy jó lenne. Tehát ugye a gyerek növekedése is lelassul, ez van a gazdaságokkal is, hogy nulláról az egyre jutni, vagy egyről a kettőre jutni, az nagyon egyszerű. 20-ról a 21-re jutni, az már sokkal kinkeservesebb. Tehát az a világ legtermészetesebb folyamata. Ez történt a nyugati országokban is, ez történt Japánban, Koreában, igazából Tajvanon is. Tehát az összes ma fejlett országnál is, hogy volt nekik egy nagyon gyors növekedési szakaszuk, aztán így szép lassan a növekedési görbe az ellaposodott, és beállt egy ilyen néhány százalékos szintre, vagy esetleg megállt, mint Japán esetében. Úgyhogy ez egy teljesen természetes folyamat, tehát van egy ilyen strukturális változás. Itt azért Kínának még bőven vannak tartalékai, tehát még nincsen ott, mint Japán volt 1990-ben, hogy megállt a növekedés, hát még mindig 5%-kal tud növekedni. Óriási tartalékai vannak még a növekedésre Kínának. A másik folyamat, ami zajlik, azok pedig az ilyen pillanatnyi hatások, tehát a Covid okozta problémák, egy bizalmi válság, hogy a társadalom nem mer fogyasztani, inkább felhalmoz, meg ki tudja, mi lesz. A technológiai blokkád, amivel Amerika sújtja Kínát, azok az ilyen ellátási láncokban felmerülő problémák, amik ugye nehezítik a kínai vállalatoknak a dolgát, háború, bizonytalan nemzetközi helyzet, tulajdonképpen új hidegháborús helyzet fele evickélünk, a politikának a megváltozása, ami sokkal inkább biztonság, mint gazdaság fókuszú. Tehát vannak ilyen, mondjuk ilyen rövid távú hatások is. Amikor azt mondta, hogy nagy tartalékok vannak, akkor ez valami olyasmiről szól, mint amit az Evergrande-dal kapcsolatban, ezzel a nagy ingatlanfejlesztő céggel kapcsolatban lehetett olvasni, hogy a problémája az volt, hogy ahol fejlesztett, ott a kereslet már kicsi volt, és ahol nagy volt a kereslet, ott valamilyen oknál fogva, tudom, pénzügyi viszonyok, vagy területi viszonyok miatt nem igen ruházott be. És hát sokat lehetett annak idején hallani, meg hát az ember eljutott Kínába, akkor láthatta, hogy az ország tengerparti területei voltak a kiemelt gazdasági övezetek, itt volt a legnagyobb a fejlődés, és tulajdonképpen az ország hatalmas belső területei maradtak intaktak ebben. Hát annyiban vettek részt a dologban, hogy áradt a munkaerő keletre, és akkor földúzott a lakosság. Peking, Shanghai, vagy éppen Kanton délen. Itt ez a változatlan Kína, az a tőke, az a kapitál, ami Kínának van. Ott lehet valamit még csinálni, fejleszteni, oda lehet irányítani valamit?
Ez az átirányítás, ez tulajdonképpen már egy, több mint egy évtizede tart. Tehát Peking, Shanghai, keleti tartományok évtizede megteltek, vagy már van város, ami két évtizede megtelt. Tehát Shanghaiba bevándorolni lényegében nem lehet. Tele van, nincs hely, vagy Pekingbe, vagy ezekbe a fejlett városokba, és ezért az elmúlt évtizednek a urbanizációs programja az az volt, hogy továbbra is áramoljanak be a parasztok a városokba, de ne a fejlett keleti nagyvárosokba, hanem építsünk nekik közepes kis városokat belső Kínába, és telepítsünk oda ipart, meg munkahelyeket, meg egyébként. Mert ez néhány milliós, ja, mondjuk, mint Budapest, vagy az mondjuk ez egy kisebb inkább. Tehát ezek az 1-2 milliós is tehát a mögötti frissen épített, tehát nem túlságosan vidám, ilyen lakótelepekből álló városok, hogy ezekbe kéne inkább átcsatornázni a munkaerőnek a vándorlását. Ezek a befutcsolt projektek, ezek tipikusan ilyenek voltak. Nyilván ezekből nem tudom, 1000 megvalósul, és akkor kettő meg csődbe megy. Tehát itt azért nem arról van szó, hogy Kínában ilyen éhező emberek járkálnak a szellemvárosok között, nem tudom, a káposztalevelekért kutatkodva a szemetesekbe. Ezeknek a közepes városoknak a nagy része is pörög, de volt jó néhány ilyen lakótelep, lakópark építés, nem jól mérték fel, hogy arra a területre hányan akarnak bevándorolni. De itt elképzelhető, hogy a kereslet utó fogja érni a kínálatot, és a tartalék, amiről beszélek, az a hatalmas mezőgazdasági népesség, amely igazából még mindig vidéken van, és amelynek egy jelentős része felesleges, és amely a következő 10-20 évben még be fog vándorolni a városokba, vagy pedig már bevándorolt, de nem kapott városi lakhatási engedélyt. És itt most van egy ilyen speciális kínai dokumentum, olyasmi, mint nálunk a lakcímkártya, ebbe be van írva, hogy az ember városi lakos, vagy vidéki lakos. Ez egy jogi státuszt jelent. Vidéki lakosból városi lakossá válni iszonyatosan nehéz. Évtizedig ott kell élni, munkahely, bejelentett munkahely, nem tudom, egy csomó feltételt teljesíteni kell, városról városra változik. Pekingben meg Shanghaiban lényegében lehetetlen ilyet szerezni. Na most ennek ellenére 300 vagy 400 millió vidéki ember él a városokban, úgyhogy ők ott nem részesülnek a helyi közszolgáltatásokba, a gyerekük nem járhatott iskolába, nem kapnak orvosi ellátást, nem kapnak munkanélküli segélyt, hogyha éppen munkanélküliek. Ők azok, akik ezekben a gyárakban ugye összecsavarozzák a mi mobiltelefonjainkat, meg öngyújtóinkat fröccsöntik, meg egyebeket. Ők pörgetik tulajdonképpen ezt a gazdaságot, és mivel ezeknek nincsen városi mondjuk így letelepedési engedélyük, ezek nem vehetnek lakást az adott városokban. Hogyha eltörölnék ezt a jogi megkülönböztetést a hatóságok, akkor pillanatok alatt, ha nem is sok százmillió, hiszen azért nem mindenkinek van tőkéje lakásra, de biztos, hogy sok millió vagy 10 millió új vásárló megjelenne a piacokon, és egy pillanat alatt felszippantanák a feleslegessé, most feleslegesnek tűnő lakásokat. Csak ezt nem merik megtenni, vagy nem akarják megtenni a hatóságok, mert akkor meg ugye olyan költségekkel járna, hogy ez ugye sok százmillió ember számára, nem, óvoda a gyereknek, meg ellátás, meg munkanélküli segély, meg stb. Tehát ilyen jellegű tartalékok vannak. Tehát tulajdonképpen egy tolvonással meg lehetne oldani az ingatlan válságot, így nagyon leegyszerűsítve, de ezzel valószínűleg több kárt okoznának, mint hasznot, tehát ezért sem lépik ezt meg. Azt nem értem pontosan, hogy miért lenne ez olyan nagy tartalék, ha fölépítenek pár tucat, vagy akár pár száz ilyen közepes várost, ilyen lakótelep borzalmat, amiben bevándorolnak a parasztok, és akkor ilyen összeszerelő munkákat végeznek, gyakorlatilag betanított vagy segédmunkát, gyönyörű munkaalapú társadalmakat látunk, csak hát azt hiányzik belőle, ami a kínaiakban most a legfontosabb, a hozzáadott érték, a fejlesztés. Tehát abban mit fognak hozzáadni a mostani kínai GDP-hez? Az a következő lépcsőfok lesz, illetve ugye Kína egy nagy ország, tehát keleti tengerparton már magasabb hozzáadott értékű termelés a jellemző, de ha egy paraszt
semmit más nem csinál, csak ott hagyja a rizsföldjét, és nem rizst, vagy nem tudom, buzát, vagy mangót termeszt, hanem bemegy a gyárba, és gumilabdákat fröccsönt, azzal önmagában megtöbbszörözi a maga által termelt GDP-t. Meg és egyszerűen úgy van a GDP számolva, hogy a agrár termelés, mezőgazdasági termelés az egészen minimális az ipari termeléshez képest. Tehát ahhoz neki nem kell megtanulnia semmit, nem kell képeznie magát, nem kell magas hozzáadott értéket előállítani, hogy csak azzal a költözéssel, hogy átmegy a földekről a legnyomorultabb gyárakba, ő jelentősen növelni tudja a kínai GDP-t. Nyilván a kínaiak nem erre a fajta GDP növekedésre éhesek, de még itt is van több százmillió ember, aki ezt a lépést meg fogja lépni a következő években, és ez önmagában is a kínai GDP-t valamennyire pörgetni fogja. Tehát ez az első lépcsőfok. Ugye régen ezt az első lépcsőfokot csinált egész Kína ugye 80-as években, akkor is akkor még nem szuperszámítógépeket, meg mobiltelefonokat csináltak, hanem Barbie babákat, meg zoknikat. És vannak területek, meg ugye cégek, akik ezen tovább léptek, vannak, akik még nem. És igazából tulajdonképpen kétfajta gazdaság van most Kínában, szinte nagyon leegyszerűsítve. Van a régi gazdaság, ezek a szénbányák, meg a fröccsöntőüzemek, meg az oknivalródák, meg az egyebek. Ezek is még fognak növekedni, bár itt egyébként elindult egy kiáramlás, tehát már kínai cégek is helyezik ki a termelést még szegényebb országokba, de ez még nem tömeges. És van egy új gazdaság, ez a elkereskedelem, high-tech, csúcstechnológia, mobiltelefonok, mesterséges intelligencia, biotechnológia, stb. Amiben viszont világszínvonalok. És ez a két gazdaság, ez egymás mellett él. Nyilván a hosszú távú megoldását annak, hogy Kína elkerülje a közepes jövedelem csapdáját, az új gazdaságnak a fejlesztése fogja hozni, de még a régi gazdaság is fog fejlődni, mert még ott is vannak tartalékok. A közepes gazdaság ugye, amikor nem lehet egy üveg plafont áttörni, igen, mert az összeszerelő üzem az nem lesz más, mint összeszerelő üzem, tehát nem fog hozzáadott értéket teremteni. Hát ha rosszul csinálják, akkor nem. Ugye ez azért bonyolultabb a dolognál, mert olyan nem nagyon volt még, hogy a földekből egyből a kutatásfejlesztési központokba kerültek az emberek kutatónak, meg mérnöknek, meg fejlesztő mérnöknek, tehát azért általában az országok azt a pályát szokták bejárni, hogy először összeszerelő üzem vagyunk, ott ellesünk némi technológiát, ebbe a kínaiak ugye nagyon ügyesek, a tehetségesebb munkások fölküzdik magukat menedzsernek, saját céget alapítanak, ott egy picit hozzátesznek a eltanult technológiához, befektetnek kutatásfejlesztésbe, és akkor így azért lehet lépegetni előre az értékláncon. Ez évtizedekbe telik, de kell az első lépés, az összeszerelő üzem. Igen, csak az ember arra is gondol, hogy amikor hallja, hogy hát mennyi kínai egyetem van egyébként, egész magas színvonalúak, tehát a világranglista elején tanyázik közülük több, és hogy milyen nehéz bekerülni. És ha egyszer nem sikerül, akkor tulajdonképpen ez valamiképpen állítólag magyarázza a kirajzást a világba, mert előfordulott még egy Columbia Egyetemre is könnyebben bekerül valaki, mint egy nem tudom milyenbe. Peking Egyetemre, vagy akár a futára. Igen, és hát itt csak egy kérdés van, pénzkérdés, hogy mennyire középosztálybeli a szülő, mennyire tudja ezt megengedni magának. Tehát írtozatos mennyiségű értelmiségét, úgy értem, hogy fejlesztő mérnököt, stb. Termel ez az ország. És akkor lehet, hogy az ember arra gondol, hogy hát biztos, hogy kitelepülnek, vagy visszatelepülnek keletről, Közép-Kínába mindenféle fejlesztő üzemek, és akkor ott elkezdődik egymás mellett a kőbalta korszaka, meg az űrtechnika korszaka. Ez a folyamat, ez zajlik, de nem elég gyorsan, és az egyik legsúlyosabb társadalmi problémára tapintott rá, nevezetesen arra, hogy a fiatalok körében, különösen a friss diplomások körében minden rekordot megdöntött idén a munkanélküliség. Tehát elvégzik a gyerekek az egyetemet, ahova iszonyú nehezen kerültek be,
és hiába végezték el az egyetemet, főleg nyilván nem a legjobb egyetemekről itt van szó, nem találnak munkát, vagy nem találnak olyan munkát, ami megfelelő nekik. Itt arról van szó, hogy az oktatási rendszer egy picit megelőzte a kínai gazdaságnak a fejlődését, tehát több, nem tudom, mérnök, vagy akármilyen szakember kerül ki, mint amennyire per pillanat szükség van, de hát itt azért szokott lenni egy ilyen keresletkínálati egyenlítődés, hogyha egy városban sok mérnök van, akkor azért van esély arra, hogy felfedez egy cég, hogy lehet, hogy oda kéne helyezni egy tervezési vagy kutatásfejlesztési központot, mert van bocsó, jó képzett munkaerő helyben. Ez zajlik, tehát az a kép, hogy van a fejlett keleti tengerpart, meg vannak a elmaradott belső területek, ahol milyen középkori viszonyok között élnek az emberek, ez azért már nagyon anakronisztikus. Tehát 10-20 éve még azért bőven igaz volt, most is vannak azért nagyon szegény területek, de egy ilyen belső kínai, közepes vagy nagy város, az egy fejlett területnek mondhat, vagy nyilván nem olyan fejlett, mint Shanghai, de ott azért jár a metró, lehet mobiltelefonnal fizetni, kész, működnek a, nem tudom, a szolgáltatások, tehát ott azért egy jó középosztálybéli életszínvonal már megteremthető, nem tudom, 1000 kilométerrel a tengerparttól beljebb is. Én kétszer jártam Kínába, először talán 97-ben vagy 98-ban, aztán 2007-ben, 5 perccel a pekingi olimpia előtt, és akkor büszkén mutogatták a fecskefészeknek nevezett stadion, stb. Az első esetben nekem azt mesélték ott, hogy hát tulajdonképpen itt nagyon ritka még a nyugdíj, meg a TB biztosítás, tehát nagyon fontos, hogy olyan fiú gyerek szülessen, aki majd az időszülöket eltartja, stb. 2007-ben ez már nem volt olyan nagyon egyértelmű, hogy ez a rendszer működik-e. Most ott hol tartunk? Van nyugdíj és mindenkinek, és van TB és mindenkinek? Most TB az nincs mindenkinek, tehát a egészségügy nagy része az fizetős. Vannak, lehet kötni a magánbiztosításokat, állami cégek alkalmazottainak, hivatalnokainak van egy külön biztosítási rendszer, de például a vidéki lakosságnak a nagy része a semmiféle ilyen egészségbiztosítással nem rendelkezik. A nyugdíjrendszer az egy óriási probléma, mert valóban hagyományosan nem volt, kellettek a fiúgyerekek, hogy eltartsák az idősebbeket, viszont ugye 80-as évek óta így a születésszabályozási politika meg egyebek miatt nem születnek már meg azok a gyerekek, tehát valamit ezzel kell kezdeni, úgyhogy gőzerővel építik ki a nyugdíjrendszert. Most már lényegében azért mindenki kap valamennyi nyugdíjat, a probléma az, hogy főleg megint csak a vidéki területeken, ez azért nem elengedő ahhoz, hogy meg is éljenek az idősek, tehát a jövedelmük egy része a nyugdíj, más része pedig a családtagoktól jön. Hát ez nem lesz egy gyors folyamat, úgy tűnik. A gazdasági fejlettség mellett megint egy kínai hír, ami állítólag megrengette az amerikai tábornokok pozícióját, vagy legalábbis a szívét, megijedtek kvázi, hogy Kína föltalált egy olyan lézerfegyvert, amit ugye folyamatosan lehet használni, mert általában a túlmelegedés miatt ezek a fegyverek pár másodpercig használhatók, és utána hosszasan kell üteni, legalábbis az eddigi amerikai tudás és fejlesztések szerint. Na, a kínaiak ezen túlléptek, és hát most elindult egy ilyen sopánkodás az amerikai katonai sajtóban, hogy le vagyunk maradva, és végünk van, ugye, hogy van. A katonai technológia tekintetében ez jogos? Hát az amerikai tábornokok azok mindig panaszkodnak. Ugye ők abban érdekeltek, hogy a katonai költségvetés az folyamatosan növekedjen, hiszen az az ő pozícióikat, meg bevételeiket, meg egyebeket erősödnek, úgyhogy én még sose hallottam amerikai tábornokot azt mondani, hogy hát nem kell nekünk semmifele fejlesztés, mert úgyis milyen a világ legerősebb hadserege. Hát a világ csendőrének ugye az pénzbe kerül, hogy ezt beteljesítse. Szóval az amerikai tábornokok hajlamosak minden kínai fejlesztésre azt mondani, hogy na most erre nekünk mindenképpen válaszolni kell. Én azt gondolom, hogy hosszú távon jogos. Tehát a Kínában azért olyan tudás halmozódott fel, olyan technológiai tudás, katonai technológiai tudás is, amely bizonyos területeken már vetekszik az amerikaival. Ezt a konkrét lézerfegyvert nem ismerem, meg nem is értek a fegyverekhez, de azért... Tekintse csak egy példát.
ugye a kínaiak is játszanak ezzel, hogy időnként így bejelentenek valamit. Ugye a fegyvereknél nem mindig az a probléma, hogy nincsen feltalálva, hanem az a probléma, hogy sorozatban nagy mennyiségben nem lehet ezeket gyártani. De oroszoknak is remek tankjaik vannak, persze, csak éppen... Putin hány mennyit jelentett? Rengeteg armatáj, vagy ugye vannak, az armata az tényleg egy nagyon jó tank. Hát csak van belőle három. Igen, kiderült, hogy a díszszemlén... Ha nem áll le, de hát a Vörösbére leállt az egyik, persze. Szóval nem tudom, ezzel a lézerfegyverrel, vagy a hasonló bejelentésekkel mi a helyzet, de azért a kínaiaknak a flottájukat óriási mértékben fejlesztik, ugye egyre több a repülőgép hordozójuk, most már azt hiszem, hogy három van vízre bocsájtva, és építik a negyediket, néhány évtizeden belül mondjuk repülők, hordozók számába utolérik Amerikát, van lopakodó vadászgépük, egy csomó és hát nyilván egy nagyon fontos frontvonal a kiber háború területén, ott meg a kínaiak valószínűleg nincsenek elmaradva az amerikaiaktól. Azért összességében én azt mondom, hogy per pillanat Amerika még jóval erősebb katonailag. De nem én mondanám azt, hanem az elemzők, akik értnek hozzá, azt mondják, hogy összességében jóval erősebb Amerika, mint Kína. Gondoljuk abba, hogy amerikai hadihajók járőröznek mindenhol a világon. Most kínai hadihajókat viszonylag ritkán szoktunk látni, nem tudom, La Manche csatornában, vagy a Gibraltári szorosban. Végül, hogy áll a két nagy hatalom ezzel a szankciós, vagy pontosabban tabusító, tiltogató, adóemelő és a többi egymás kiszorítására törekvő politikával, amit Trump kezdett el, és hát Biden lelkesen folytatta, tehát itt szó nincs különösebb változásról, mint hogy más esetben sem, mondjuk a európai barátokkal és testvérekkel kapcsolatban, ahol Trump ugye mindenféle alumíniumipari, meg élelmiszeripari behozatalokra óriási vámot vetett ki, ezeket a demokraták nem bolygatják. De itt van ez a óriási inflációs törvénynek nevezett, legkevésbé az inflációról szóló törvény, amely irtozatos mennyiségű pénzt akar önteni Amerikára 10 év alatt. És többek között olyan fejlesztések vannak benne, főleg ilyen zöld energiával kapcsolatban, hogy mondjuk, ha elektromos kocsit vesz valaki majd, akkor 5600 dolláros visszatérítés kap, amivel hát a legolcsóban működő kínai autógyár se tud majd versenyezni. És hát lehetséges, hogy Kína sok tekintetben vissza fog szorulni az amerikai piacról, ha ez megvalósul. És akkor hát az amerikai gazdasági pozíciók erősödnek. Ez persze csak egy terv. Mennyi a realitásra? Hát az amerikaiak is jók abban, hogy ilyen nagy terveket jelentenek be. Aztán kiderül, hogy tulajdonképpen az a pénz, amit így ígérgetnek, az így nem létezik. Tehát azt ugye meg kéne valakinek termelni, vagy legalább ki kéne nyomtatni, vagy pedig azt várják, hogy majd ezt a pénzt így a magánszféra fogja. Általában hogy a magánszférára szoktak építeni az ilyen kezdeményezések. Az biztos, hogy az amerikai elit az elmúlt, mondjuk nagyjából ilyen 2015-16 körül sokkolódott. Akkor jöttek rá, hogy Kína tényleg veszélyt jelent. Egész addig azt gondolták, hogy Kína az olyan lesz, mint egy ilyen túlméretes Japán, hogy gazdaságilag nagy, de szépen így beilleszkedik az Amerika dominált a világrendbe. És nem lesz... Emlékezzünk rá, hogy Kornay János a HVG-ben kért bocsánatot azért, mert nem... Ő is föltételezte és segítette Kínát a tanácsaival, hogy minél fejlettebb egy ország, annál inkább demokratikus lesz, hiszen megnő a középosztály, a középosztály szabadon akar, stb. Ez a nyugati modell, de hát ebből semmi nem lett így. Ez egyszer csak, ezt a The Economist-nak volt egy címlapja, hogy hogyan értettük félre Kínát, ha jól emlékszem, 14 vagy 15 vagy 16-ban. Ez nagyon jól jellemezte a korszellemet, ebbe illeszkedett a kicsit megkésve a Kornay Jánosnak a úgymond bocsánatkérése, hogy egyszer csak rájöttek, hogy ez illúzió volt. Kínából nem lesz egy túlméretes Japán, Kínából nem lesz egy liberális demokrácia belátható időn belül, Kína egy kőkemény kihívója az amerikai dominanciának. Bizonyos területeken
már most fenyegeti a dominanciát, ilyen mondjuk a mesterséges intelligencia, vagy bizony, mondjuk az elektromos fizetéseknek a rendszere. Egy csomó ilyen csúcstechnológiai területen, akinek nagyon ott vannak. És olyasmi történt Amerikában, mint ami a Sputnik sok idején volt, ugye annak idején a Sputniknak a fellövés a szovjetek által is sokkolt az amerikaiakat, és akkor ráöntöttek egy csomó pénzt a kutatás fejlesztésre, abból lett aztán a holdra szállás, Apollo program, stb. És a nagy amerikai felvirágzás, az a 60-70-es években. Most egy hasonló dolgot látunk, tehát ugye akcióra reakció van, hogyha Kína elkezd kihívóként viselkedni, akkor elkezdik őt kihívóként kezelni, és próbálnak válaszolni az amerikaiak arra a kihívásra. Tehát az biztos, hogy kutatásfejlesztése több forrást fognak az amerikaiak meg technológiáknak a fejlesztésére, innovációra, egyebek, tehát több pénzt, energiát, stb. Fognak fordítani. Aztán, hogy ez mennyire lesz sikeres, meg egy ilyen kölcsönösen függő világban mennyire reális, egy ilyen elszigetelt kutatásfejlesztési ökoszisztémát kiépíteni, az már kérdés, hogy mit fognak csinálni a kínai származású tudósok nélkül. Elkezdték őket zaklatni, meg ilyen kémvádakkal illetik őket, csomó hazamentek, és hát mondjuk az amerikai tudományosságnak óriási erőt adtak a kínai, vagy kínai származású tudósok. Mit fognak csinálni? Ez tök jó, hogy elektromos autók vásárlását támogatják, de elektromos autókhoz elég nagy mennyiség ritka földfém kell, aminek a kibányászását, meg a feldolgozását, ha jól emlékszem, 85%-ban Kína dominálja a világon. Kínától kell beszerezni. A mágnesek, amikkel mondjuk mennek a szélkerekek, vagy a motorok, azokat lényegében most már 100%-ban Kínába gyártják, amikor a F-35-ös vadászgépeket gyártották, kellett hozzájuk mágnes, és elvileg nem szabad külföldi technológiát beépíteni egy 70-es évekbeli amerikai törvény miatt amerikai hadi felszerelésekben, de nem tudták legyártani mágneseket. Kínától kellett megvenni az megvenni az F-35-ösökbe az elektromágneseket. Tehát ilyen gyakorlati problémák azért bőven lesznek itt az amerikai terveknek a megvalósításakor. Amikor még azok az illúziók dúltak, hogy itt egy csöndes, de bamba óriás nő, amelyik a piacokon hát fog tarulni, de láttunk mi már karonvarjút, hiszen mi történt Japánnal is, amelyiket ugye a Gyilkos nap című film, hogyha jól emlékszem a címére, úgy olyan rémülettel mutatott be Amerikában, hogy gyakorlatilag megszállják New Yorkot, minden fölvásárolnak, minden az övék. Ezt bemutatták Japánban is, ahol óriási röhögés fogadta állítólag ezt a mozikban, mert tehát a japánok körülbelül tudták, hogy ők ott tartanak, és aztán az egész így elmúlt, maradt a film, és nem maradt mögötte semmi. Na jó, maradt mondjuk egy óriási japán filmgyártó vállalat, és ma is azt forgatja az amerikai filmek elég jelentős részét. De úgy tűnik, hogy azután, hogy ilyen soft powernek írták le Kínát, ez már csak azért se igaz, és nem is lehetett soha igaz, mert egy növekedési pályán levő óriás, amelyik világméretekben kezd működni, az nem lehet soft power. Egyszerűen ott, ahogy ön mondta, a világpolitikai hegemónia kerül már előbb-utóbb szóba. Most hogy áll itt ebben a tekintetben Kína? Majd a legutóbbi ilyen hírekben állandóan ilyen közvetítő szerepben tűnik fel Szaúd-Arábiával együtt, és akkor megpróbálnak itt-ott rendezni a világ dolgaiból valamit, tehát általában nem sikerül, de azért némi presztist össze lehet gerebézni. Hát például Irán és Szaúd-Arábia esetében sikerült nekik összehozni egy megegyezést, bár azt a hírek szerint... Lehet, igen, azt nem tudjuk még. Hát igen, meg ott a oroszok végezték a munka nagy részt állítólag, de ebben nem, tehát erre nem 100%-osan megbízható forrásom. Tehát próbál, Kína alapvetően elvesztette azt az illúzióját, hogy ő a
nyugati hatalmak, hogy őt a nyugati hatalmak egyenrangúnak fogják tartani, vagy elfogadják, hogy ő is ott van ebben a homokozóban, tehát ő most a harmadik világnak játszik leginkább. Persze Európát is azért próbálja maga mellé édesgetni, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Amerikát már így elengedte, és a harmadik világ fele szeretne egy ilyen szerint Panda Macinak feltűnni, aki semmi másra nem vágyik, mint hogy megsimogassák, és oda megy, és békét teremt, és fejleszt, és infrastruktúrát épít, és kibékíti a veszekedő helyieket, meg egyebeket. Tehát a harmadik világ vezetője szeretne lenni, vagy közülük a legkiemelkedőbb. Ugye erre aztán legkülönbözőbb ilyen intézményeket is kiépítettek. Gondoljuk a BRICS-re, ami ugye éppen a héten lesz csúcs találkozója, vagy a nem tudom, Kína-Afrika fórum, Kína, latin-amerikai stb. Országoknak a fórum egyebek, tehát rendkívül aktív a harmadik világban, ezt innen nem is látjuk, és valahogy az nyilván nem bíznak a harmadik világbeli országok se Kínában. Tehát én nem hinném azt, hogy mondjuk egy brazil vezető, vagy egy dél-afrikai vezető, vagy akár egy orosz vezető, az szeretné az amerikai függését lecserélni kínai függésre, de azt jól érzékelik, hogy Kínának a felemelkedése, nyomulása az a közepesebb, meg kisebb országoknak is nagyon mozgásteret ad. Az elmúlt 30 évben unipoláris pillanat alatt az amerikai dominancia határozta meg a világot, amikor bárha a világon oda mentek, és lényegében mindenki úgy játszott, ahogy az amerikaiak, vagy úgy táncolt, ahogy az amerikaiak fütyültek, aki nem, az úgy járt, mint Saddam Hussein, vagy a Kadhafi, vagy egyebek. És ennek a világnak most vége van, és ennek úgy tűnik, hogy a harmadik világbeli kis, meg középhatalmak örülnek, és ezért támogatják Kínának a különféle törekvéseit, nem azért, mert ők őszintén szeretik Kínát, vagy rajonganak a kínai modellért, hanem azért, mert kikezdi a nyugati hegemóniát Kína, és ez érdekel az országoknak, hiszen egy ilyen multipolárisabb, összetettebb, bonyolultabb világban, ahol nem egy főnök van, hanem sok kis főnök van, meg néhány közepesebb főnök, ott könnyebb, ott nagyobb a mozgástere egy mondjuk egy ilyen regionális hatalomnak, mint Brazília. De hát nem ütette, hogy nem föltétlenül kezelik, vagy fogadják újongással azért a kínaiakat. Tehát az, ami a kínai behatolás, a kínai hitelpolitika, ami ugye kis országokat döntött már romba, Sri Lankáról beszélünk, vagy éppen Srinagóráról, ahol egyetlen út vitte el az szinte az egész büdzsét, mert arról szól, hogy a kínaiak hitelből megépítik ezt a dolgot, aztán a költségek odaszállnak el, hogy az eredeti szerződések megfelelően, ha nem tud fizetni az országlást Sri Lanka, akkor mondjuk Colombo kikötője az onnantól kínai felségterület. Jó napot kívánok, nem úgy értem, hogy állami felségterület, de tulajdon. Tehát ez nem félemlíti meg országokat? Ez egy elég jól kikutatott terület, és én ezért érzem az amerikai vagy a nyugati rendszereket sokkal jobbnak, mint a kínait, mert a saját hazugságaikat is leleplezik. A kínaiak nem, tehát a kínai sajtóban nem jelenne meg egy elemzés arról, hogy a nem tudom, kínai politikai propaganda itt meg ott hazudott. Amerikai sajtóban ez bőven belefér meg a tudományos kutatásban is. Ezt a adósságcsapda, diplomácia mitoszt, ezt egész konkrétan lehet tudni, hogyha jól emlékszem, 2017-ben kezdte el használni egy amerikai politikus, és aztán átvette az egész amerikai sajtó is, az egész nyugati sajtó is. De a tények azt mutatják, hogy itt volt valóban néhány bedőlt hitel, kínaiak nem rutinos hitelezők, hiszen most jelentek meg ezen a piacon, hülyeségekre adtak pénzt, korrupt helyi kormányok marhaságukra vettek fel pénzt, és aztán utána, amikor a dolog bedőlt, akkor elindult a kármentés, és kínaiak alapvetően Sri Lankán nem a kikötőt akarták, ők a hitelüket szerették volna visszakapni, aztán mégis nem Colombo, hanem Kambantot a kikötője, ez egy újonnan épített kikötő, amit egyébként kínaiak építettek, ez került 99 vagy 100 évre a kínaiaknak a ilyen működtetése alá, amivel egyébként a maguk a srilankaiak jól járnak,
mert hogy működik a kikötő, és munkahelyeket teremt. A kínaiak azért nem kínaiak, ugye, az tudom, és más nem nagyon működik, igen. Hogy mondjam, tehát ahhoz, hogy a sri lankaiak csődbe menjenek, ahhoz nem kellettek a kínaiak. A sri lankai adósságállománynak valami 95 vagy 96 százaléka az amerikai, japán, meg nemzetközi bankok felé áll föl, és maradék néhány százalék Kína felé áll föl, csak ez egy ilyen jó... hogy mondjam, ilyen jól előadható történet volt, hogyha Kínáktól vesztek fel hitelt, akkor el fogjátok veszíteni a hazátok szent földjét, de itt igazából arról volt szó, hogy hogy felelőtlen sri lankai politikusok meg nem térülő beruházásra vettek fel hitelt. És ugye volt Cernagórában? Ugyanez volt Cernagórában, igen. De hát ugye a cernagórai politika se arról híres, hogy a tisztakezű politikusok ilyen svájci módra intézik az ügyeken. A kínai mohóság és ügyetlenség találkozva a helyi oligarcháknak a mohóságával, hát abból sok jó nem szokott kisülni. Hát, politikailag hogy néz ez ki? Tudnélik az, hogy Kína uralni akarja, vezetni akarja, ezt ugye ki is mondta Xi Jinping, a világot, vagy a világ egy elég jelentős részét. Ha megnézzük Amerikát, vagy a Nyugatot, akkor ugye a demokrácia export az, ami egy ilyen politikai árutermék, amit el akarnak vinni, és őszinte hittel egyébként, csak persze mindig ott lenne a merkantil, a gazdasági érdek is, hogy ebből mi szeretnénk profitálni. Kína el akar-e adni politikai modelleket? Nem. Az elmúlt 40 évben semmiféle ilyen jellegű tevékenysége nem volt. Ugye még Mao alatt hát volt forradalom export, meg nem tudom, kis vöröskönyvet lefordították különböző nyelvekre, és osztogatták a helyi maoistáknak, de a 70-es évek vége óta ezt teljesen megszüntették, és egészen a legutóbbi időkig az volt a hivatalos álláspont, hogy a kínai modellnek az a lényege, hogy a kínai valósághoz illeszkedik, és a kínai valóság a speciális, tehát az más, mint a zimbabwei valóság, vagy a magyar valóság, vagy a chilei valóság, ezért az ottani megoldások nem működnének. Tehát a kínaiak nem akarják, nem szólnak bele más országoknak a belügyeibe, nem akarják a saját rendszerüket exportálni, ők teljesen, ők nagyon vidáman bizniszelnek demokratikus országokkal, kőkemény katonai diktatúrákkal, ha kell Putyinnal, ha kell a nigeri elnöke, ha kell a szudáni népirtókkal, ha kell az amerikaiakkal, tehát ők ezt nem, tehát nincs ilyen szándékuk, hogy átalakítsák a világot, és az elmúlt egy-két éveben jelent meg a kínai retorikában egyfajta válasz így a nyugati ideológia nyomásra, ugye a nyugatnak van egy ideológiája, a Kínának még nem volt ideológiája, és ez mégiscsak ugye zajlik egyfajta hidegháború, ahol ideológiai fronton is valamit föl kell mutatni, és elkezdtek arról beszélni, hogy hát a kínai bölcsességet ők nagyon szívesen megosztják másokkal, hogy nagyon szívesen átadják a jó gyakorlatokat másoknak, tehát picit lazult ez a semmiféle politikai hatást nem akarunk másra gyakorolni hozzáállás, de azért alapvetően nem arról van szó, hogy a kínaiak diktatúrákat támogatnak, hanem arról van szó, hogy diktatúrák, akikkel a nyugat nem áll szóba, azok hajlamosabbak Kína fele fordulni, mert rá is vannak kényszerítve. Tehát még a venezuelaiakkal nem azért vannak jobban a kínaiak, mint nem tudom, mint szomszédjaikkal, mert hogy a Venezuelában nem tudom, diktatúra van, hanem egyszerűen azért, mert azokkal meg nem nagyon áll szóba más, csak a kínaiak. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Solák Gergely, Kína szakértő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense volt a vendégünk 9 és 10 óra között.